Szerződéskötés, elkezdődik a Kurcsatov utcai tömbelső második ütemének kivitelezése, gépszemle, felkészült a térre a DC Dunakom ZRT, bemutatkozás, szakmai napot tartott önkormányzati vezetőknek a Mezőföldvíz Kft. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Elkezdődik a Kurcsatov utcai tömbelső rekonstrukció második ütemének kivitelezése. A szerződéskötés megtörtént, a befejezési határidő 2020. március 31-e. A fejlesztés közel nettó 500 millió forintba kerül, amelyet az önkormányzat saját forrásból finanszíroz. Megkötötte a szerződést a Kurcsatov utcai tömbelső rekonstrukció második ütemének kivitelezésére Szabó Péter, Paks polgármestere, valamint Kiszli László, a Soltut Kft. Ügyvezetője, és dr. Korcsmár Judit, az Aliszka Bau ZRT közbeszerzési és jogi vezetője. A cégek konzorciumként tették nyertes ajánlatukat. A beruházás a Kurcsatov, Wigner Jenő, Ifjúság útja, Gagarin és Babics utca által lehatárolt területet érinti. Tömbelső felújítása 490.374.341 forint a vállalkozási díj, a teljesítési határidő pedig a szerződéskötéstől számított 140 nap. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő ismét a lakótelepen a tömbelső felújítások kapcsán, hiszen újra egy olyan környezetet tudunk majd átadni a lakosságnak, amely élhető, komfortos, és ami nagyon fontos, hogy a felújítás során arra törekedtünk már a tervezéskor, hogy minél több zöld felület legyen. Szabó Péter említette, az eddigi gyakorlatnak megfelelően lakossági fórumot hívnak össze a beruházással kapcsolatban, ahol az itt élőket a várható munkálatokról, az ideiglenes parkolási megoldásokról is tájékoztatják. A projekt során teljesen új játszótéri elemek lesznek kihelyezve, kicsi, közepes és nagy játszótéri elemek is, amik kerítéssel lesznek elválasztva, teljesen új közvilágítási berendezések fognak kikerülni, illetve ugyanolyan utcabútorok összhangban a lakótelepi nagy beruházása kapcsolatban ugyanazok az utcabútorok kerülnek kihelyezésre, és természetesen a földben levő közművek azok mind kicserélésre fognak kerülni. Több fórumon felmerült korábban, hogy az első ütem befejezése után időszerű lett volna a terület második ütemű felújítása, a késlekedés okáról is beszámolt a polgármester. Paksváros önkormányzata nyilván sokkal korábban szerette volna, akár már a nyáron, hogy ez a szerződés aláírásra kerüljön. A technikai okoknál fogva azért vannak a közbeszerzési eljárásnak is bizonyos fázisai, folyamata, a tervezésnek is, stb. Így most került erre sor. A beruházás befejezési határideje 2020. március 31-e. Gépszemle a DC Dunakom ZRT-nél, a cégnél felkészültek a térre, november 8-án megtartották a szokásos téli síkosságmentesítő gépszemlét. A társaság novembertől márciusi készenléti szolgálatot biztosít sószórókkal és hóekékkel. Idén további két új gép is biztosítja a téli síkosságmentesítést. Állandóan kinnálnak a kocsik, és ezért rettentő kellemetlen. Akkor az Öreghegyen mentünk föl, megsüllyedt ebbe a kollégám, és ott is a két kocsi között éppen csak el tudtunk bújni. Szinte minden évben jelentkezik a probléma, a síkosságmentesítő gépek sokszor nem férnek el az út mellett hagyott autóktól több Paksi utcában. A hóeltakarítást is végző DC Dunakom ZRT most ezzel az úgynevezett multikár géppel, valamint annak új berendezésével takarítja majd a szűkebb utcákat. A multikár az főként arra való, hogy egy nyilván kisebb felépítésű járműről beszélünk. Ugye ennek most beszerzésre került egy új sószóró berendezés, és ezek a pont az a célja, hogy olyan utcákba is be tudjunk jutni, ahol egyébként nem tudunk. A DC Dunakom ZRT pénteken tartotta szokásos téli gépszemléjét, idén a multikár kiegészítőjén kívül további egy új munkagép is bevethető lesz. Egy összkerék meghajtású autó, ami ugye nyilván a téli időszakban sokkal hatékonyabban tud majd közlekedni és a síkosságmentesítésben részt venni. Hegyekben áll a több tonna szóróanyag a raktárban, ezt is beszerezte a cég térre. A síkosságmentesítés kapcsán a DC Dunakom ZRT gépészeti és logisztikai vezetője azt kérte a lakosságtól, hogy ne hagyják autóikat az út mellett, mert azzal akadályozzák a hókotrókat. Csodálatos övezetbe, hogy álljanak be az udvarra, hiszen ők megtehetik, és ezáltal nincs az, hogy mindig voltak visszatérően minden télen szokott elvétve lenni az, hogy a autológépek megsérték az autók karosszériát, és ebből voltak kellemetlenségeink.
és ezért szoktuk kérni a lakosságot, hogy ezt vegyék figyelembe, hogy nekünk is megkönnyítik a dolgunkat ezáltal, és a várost is nyilván hatékonyabban tudja takarítani. A készenléti szolgálat az időjárás alakulása szerint addig végzi majd a síkosságmentesítést, amíg a városban a biztonságos közlekedés biztosított lesz. Szakmai napot tartott önkormányzatok vezetői számára a Mezőföldvíz Kft. A Forráspont Energiaházban. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a 47 tulajdonos önkormányzat újonnan megválasztott polgármesterei, képviselői is megismerhessék a cég működését. Fontos lenne olyan törvényeket alkotni, hogy a vízitársulatok megfelelően tudjanak működni, legyen pénzük a beruházásokra, és a béreket is megfelelő szinten tudják tartani. Kormányzati ötletek már vannak erre vonatkozóan, mondta el megnyitó beszédében Süli János tárca nélküli miniszter a Mezőföldvíz Kft. Szakmai napján a Forráspont Energiaházban. A hulladékrendszer bajait is még orvosolni kell, az van most napirenden, kormány előterjesztések szintjén. Utána mindenki tudja, hogy a Palkovicsi úrékhoz tartozik a tárca. A következő terület, amit meg kellene oldani, az mindenképp a vízi közműszolgáltatóknak a helyzete. Csapó Sándor, a 3 megye 47 települését magában foglaló Mezőföldvíz Kft. Ügyvezetője a hazai vízi közműszolgáltatás jogi környezetéről és a Kft. Szervezeti és működési rendjéről számolt be a hallgatóságnak, egyúttal említette a tulajdonosok felelősségét is. Nagyon sok olyan döntést meg kell hozniuk, amelyek a település legfontosabb közszolgáltatásáról, a vízi közszolgáltatásról szól, illetve rólunk, mint gazdasági társágról, aki ezt a szolgáltatást végzi. A rendezvényen jelen volt Kisapos tag és Németkér polgármestere is. Nálunk 1986-ban épült a vízhálózat. Az elmúlt években próbáltunk rá forrást biztosítani, hogy az elavult és már kevésbé megbízható szakaszokon felújításokat végeztünk, és az a későbbiekben is be van tervezve, tehát szeretnénk felújítani az egész hálózatunkat. Mindkét település polgármestere megjegyezte, jó a kapcsolatuk a Mezőföldvíz Kft.-vel, a szakemberektől minden segítséget megkapnak. Németkéren is a legtöbb probléma a régi vízvezetékek állapotából adódik. A lehető legtöbb helyen tolózárakat építettünk be, és így csökkentettük a probléma esetén lezárandó utcaszakaszok vagy településrészek nagyságát, tehát így módon a lakosságnak egy kicsit tudtunk segíteni, kedvezni. Nyilván szükség lenne egy teljes vízhálózat cserére, amire egy pici önkormányzat abszolút nem képes, viszont minden évben a bérleti díjból és még egyéb forrásból amennyit tudunk, oda tesszünk és felújításokat végzünk. A szakmai nap további részében a műszaki üzemeltetésről, karbantartásról, a fogyasztói kapcsolatokról és a Mezőföldvíz Kft. Pénzügyi helyzetéről is szó esett. Sátor Géza lett Sárszentlőrinc polgármestere az október 13-ai helyhatósági választáson. A nyugalmazott paksi tűzoltó parancsnok Demény Károlyt váltotta a vezetői székben. A polgármester a következő 5 évben ismét a fejlődés útjára állítaná a települést. Az ózdi születésű Sátor Géza 2007 utolsó napján vonult nyugállományba a paksi hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoki pozíciójából, majd napjainkig tűz- és munkavédelemmel foglalkozott. A család korában hosszabb, rövidebb időre visszatért az 1940 óta Sárszentlőrinchez tartozó Úzdra, majd másfél éve végleg letelepedett. A napi problémákkal szembesülve Sátor Géza és baráti társasága egyesületet alapított, amelyben érdekes és értékes programokat szerveztek. Idén ősszel a szükséges ajánlásokkal tarsolyában az egykori paksi parancsnok harmadmagával elindult a polgármester választáson és győzött. Másnap azonnal munkához látott, de a korábban elnyert településfejlesztési projektekkel kapcsolatban nem várt problémákba ütközött. Térfigyelő rendszer kiépítése, a Sárszentlőrinci temetőben ravatalozó építés, illetve a Kossuth Lajos utcai járda, 650 méternyi járda építése, valamint az önkormányzati épületek energetikai felújítása, karbantartása, ez az egyik legnagyobb volumenű, egy 80 milliós pályázat. Ebből a felsoroltakból kettő pályázat az, aminek a projekt zárása ez év december 31-én kellett volna, hogy megtörténjen, de például a ravatalozó építésnél kivitelezőn is kijelölve egy kapovágás nem történt meg, és december 31-én át kellene adni.
Ugyanez a helyzet a kamerarendszerrel. Ott is ki van választva a kivitelező, de gyakorlatilag szerződéskötés nem történt. A településvezető legfontosabb feladata tehát jelenleg az, hogy az említett pályázatok zárási határidejét a kiíróval, vagyis a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány döntéshozóival módosítsa. Én egy emberbarát önkormányzatot ígértem, ahol a problémákat megoldjuk és nem keressük, mivel van bőven, tehát azokat meg kell oldani a lehető leggyorsabban és a leghumánusabban. Az ajtóm mindig és mindenki előtt nyitva van, tehát mindenkit meghallgatunk, mindenkivel beszélünk, meghallgatjuk a problémáját, és mindenkin segítünk is, akin nem tudunk segíteni, azt pedig segítjük abba, hogy olyan helyre irányítsuk, ahol segítséget fog kapni. A következő 5 év feladata a település fejlesztése mellett a lakhatási és munkahely problémák megoldása, azt viszont látni kell, hogy lehetőségeink behatároltak, tette hozzá a polgármester. Sárszentlőrinc költségvetése nagyságrendileg 140 millió forint, amelyből a kötelező feladatok az összeg jelentős részét érintik. Sátor Géza a következő 5 évben kulturális programok szervezésével a közösség összekovácsolására is nagy hangsúlyt fektet, illetve szeretné azt is elérni, hogy a kistérségben élők ismét felfedezzék Sárszentlőrinc szépségeit és a településben rejlő lehetőségeket. 17. alkalommal mártonnapi ökumenikus újboráldásra várja az érdeklődőket a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete és a város önkormányzata november 9-én szombaton 16 órakor. Az esemény helyszíne a Sárgödör tér lesz. A köszöntőket, az újboráldást és a kóstolókat követően elkezdődik a színpadi műsor, a Schiller Nótakör és a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportjának fellépésével, majd Solymos Tóni énekes szórakoztatja a közönséget. A boráldásra elhozhatják a termelők üvegpalackban névvel ellátott 2019-es évjáratú boraikat. Adventi mindenmentes süteményeket készítettek Sitkei Balázzsal az Asztma Allergia Klub tagjai. A csoport elsőként kezdte meg a ráhangolódást a decemberi ünnepre. Az eseményen mézes kalácsot és gyümölcskenyeret sütöttek a klub tagjai a Paksi cukrásszal, aki felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt. A környezet és az egészségvédelem az egyik fő tevékenységi köre az Együtt a Pallagfű ellen alapítványnak. Ezt a tevékenységet erősíti a szervezeten belül működő Asztma Allergia Klub, amely évek óta minden hónapban tart különféle foglalkozásokat. Tavasszal volt ilyen, hogy a mézjótékony hatása, vagy például volt Székesfehérvárra utaztunk, ahol egy apiterápiás házat néztünk meg. A múlt hónapban Talián Dörögdön voltunk, ahol Szőke András színművész úr, aki egy gyógyító, ő a szappanoknak, illetve a gyógyfüveknek a jótékony hatásáról tartott előadást, illetve azokat ki is próbáltuk. Az adventi időszak közelettével karácsonyi tematikával szervezték meg a klub novemberi foglalkozását, mivel a tagok között többen allergiások és érzékenyek bizonyos ételekre, ezért mentes süteményeket készítettek Sitkei Balázs segítségével. Egészen máshogy viselkednek, ugye, mint az édesítőszerek, mint azért az olajos magból készült lisztek. Sok kísérletezés kell hozzá, hogy azért tényleg egy élvezhető sütemény készüljön belőle. Kell hozzá gyakorlat, meg azért egy kis számítás matematikai szükséges hozzá, főleg azért az édesítő erőket átszámolni. Az Asztma Klub december 12-én tartja záró foglalkozását. A halászlé vacsorán a klubtagok megajándékozzák egymást, és egyeztetnek majd a jövő évi programokról is. A sütemények pontos receptjét és elkészítési módját a Fit Élet elnevezésű Életmód magazinunk novemberi adásából megtudhatják. Öröm a zene a címe a 22. Paksi Országos Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválnak, amelyet november 9-én szombaton rendeznek a Csengei Nénes Kulturális Központban. Az esemény kísérő rendezvényeként Tóth Viktor szaxofonművész tart workshopot. A fesztivál célja kettős, egyrészt színvonalas zenei programot biztosítani a paksi és környékbeli fiataloknak, másrészt lehetőséget adni tehetséges amatőr zenekaroknak a nagy közönség, illetve értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésére. További információ a www.paksipoprockjazz.hu honlapon.
Pénteken este többnyire erősen felhős vagy borult, sokfelé párás idő várható. Estétől egyre több helyen valószínű eső, zápor. A déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. A hétvégén jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor többfelé várható. A déli majd az északira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérsékletek 14 fok körül alakulnak. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!